Még mindig pénzről beszélgetünk, mint az adásban ma sokszor, de hát itt most egy más tétel és egy más nagyságrend, mert hogy a Forbes megint nyilvánosságra hozta a leggazdagabb magyarok listáját, és erről fogunk beszélgetni az újság főmunkatársával, Zsiborás Gergővel Skype-on keresztül, aki itt is van velünk. Jó reggelt kívánok, és boldog új évet! Hát óriási számok vannak, és túl nagy változások nincsenek, de azért a dobogón történt egy helycsere. A legfrissebb számok szerint hallhatnánk ezeket, hogy megosztanánk a nézőkkel is? Az azért izgalmas volt, amikor elkezdtünk dolgozni a listán, hogy Csányi Sándor lesz az első újra, mint korábban. Nem volt egyértelmű most annyira Mészáros Lőrinc első helye talán, mint az elmúlt 2-3 évben. Illetve a dobogó harmadik fokára felkerült Felcsúti Zsolt, aki egy politikai kapcsolatok nélkül rendelkező igazi self-made üzletember, a családi vállalkozást a szövetkezeti világból indítva jutott ilyen magasra. Az MPF Holding ma már egy globális szerszámokat gyártó nagy cég, jelen van a világpiacon számos országban. Igen, ott eléggé, közben látjuk a grafikont is, az első kettő eléggé kiemelkedik a mezőnyből, de a harmadik, negyedik, ötödik helyen eléggé szoros a verseny, tehát valóban ez úgy tűnik, úgy is lesz most már a továbbiakban, és ez várható, hogy mindig a harmadik helyen ilyen helycserés támadások lesznek? Inkább az a trend az elmúlt évek alapján, hogy egyre több a századosunk, tehát egyre többen érik el a 100 milliárdot. Most ugye 3-an vannak közvetlenül a közelébe ennek, és 16-an megugrották már ezt a szintet. Ennyien még nem voltak 100 milliárd fölött a mi listánkon. Ez egy elég határozott trend az elmúlt évek alapján. Mi a recept? Tehát, hogy mibe kell fogni, hogyha valaki szeretne felkerülni egy ilyen listára? Csalafint a kérdés, az Magyarországon. Nyilván jó stadion VIP-páholyban kell ebédelni, megbérlettel elkezdeni. Ez nem egy elhanyagolható szempont. De enélkül nem is megy, tehát hogyha az ember őszinte akar lenni, akkor enélkül jó kapcsolatok nélkül nem lehet ilyen magasra jutni? Szerintem a Forbes magazin megléte az, hogy még mindig tele vagyunk témákkal, azt mutatja, hogy de azért lehet, és a lista is azt mutatja, hogy azért vannak olyan self-made milliárdosok, akik a világpiacon ott vannak hosszú évtizedek óta is akár. A Cepic család ilyen, vagy aki most felkerült, Lacai család, amúgy a lista végén állatgyógyszerekkel foglalkoznak, tehát nagyon sok ilyen sikertörténetünk is van, de az kétségtelen, hogy az elmúlt éveket azok a szereplők dominálták, akik a közbeszerzéseken jól szerepeltek, jó politikai kapcsolatokkal rendelkeznek. Ez nagyon fontos ugyanakkor látni, hogy egy-egy cégcsoportnak hiába nő látványosan az árbevétele, vagy az adózott eredménye adott esetben, hogyha ennyire kitett a politikának, az nem biztos, hogy ettől még a cég értéke ugyanilyen arányban nő. Aha. Mi a módszertanunkat ehhez kellett, hogy igazítsuk, és ezt az amerikai kollégáink el is fogadták, hogy azokban az esetekben, ahol kimutatható, hogy nagyon-nagyon kitett egy cég az elmúlt 3 éve alapján az állami megrendeléseknek, ott más módszertan alapján becsülünk, ott nem azt nézzük meg, hogy egy cég mennyi pénzt képes termelni, piaci alapon így becslünk, nagyon leegyszerűsítve, hanem azt, hogy mi van abban a cégben eszközként, számítógép, autó, vas, ingatlan, tehát ez egy diszkontált cégérték jellemzően a legtöbb esetben, és ezt mi beárazzuk amúgy ezeknél a cégeknél. Ennek ellenére amúgy a kormány közeli üzletembereknél meglehetősen nagy vagyonok jöttek létre, még így is. Főleg hosszú távon nem biztos, hogy jó ugye ez a politikai kitettség, főleg most így a választások előtt mondhatjuk, ez ki tudja, milyen változás lesz, vagy lesz-e majd tavasszal. Ezzel szemben viszont az iparági, vagy az üzletági választás, az mennyiben lehet meghatározó? Tehát melyek azok az iparágak, vagy üzletágak mostanában, amelyek felfutóban vannak, és nagy sikereket csetetnek? Van egy, ami kiemelkedik, és az már a pandémia előtt látható volt, az a magánegészségügy. Tehát láthatóan nagyon sokan fognak bele, és nagyon sokat is investálnak. Ahhoz képest amúgy, hogy az átlag magyar milliárdosnak mekkora a kockázat vállalási hajlandósága, meglehetősen sok forrást investálnak ebbe a területbe, ami amúgy jellemzően még sok ilyen magánegészségügyi szolgáltató esetében veszteséges, de láthatóan a forgalmak már egyre jobban megugranak. Részben amúgy a pandémiának is köszönhető nyilván, de mondom, ez előtte már egy jellemző trend volt. Nagyon jellemző hosszú évek óta az ingatlan, tehát hogy azt látjuk a magyar milliárdosoknál, hogy nincsenek klasszikus sorozatvállalkozók, valaki elér egy nagyobb sikert, akkor utána jellemzően a vagyonát ingatlanba forgatja be. Ezek amúgy nagyon sok
listán szereplőnél húzták is felfele a vagyont, hiszen nagyon szépen növekedtek. Agrár az még ilyen, ugye Csányi Sándor főleg ennek köszönheti azt, hogy nagyot javított vagyonban az elmúlt évhez képest. Itt egy integrált cégbirodalomban, ami nagyon szépen megszüntett ugye a párhuzamosságokat, ezek a divíziók, amik a Bonafarmon belül vannak, nagyon szépen együtt tudnak dolgozni, az látszik az eredményeiben is ennek a cégnek. Hát érdekes mindezeket figyelve jönni. Igen, egyetlen szomorú adat van, vagy hát megjegyzés talán, hogy mindig keressük magunkat, és nem találjuk magunkat az első 105, az lenne jó egyszer majd ott lenni, és akkor ilyen szempontból beszélgetni. A média nem hangzott el itt a feltörekvő iparágok. Lehet, hogy ez a baj, már rossz szakákban vagyunk. Köszönjük szépen, és boldog új évet kívánunk neked. Köszönjük szépen. Reméljük, a nézők hasznos tanácsokat hallottak most elmúlt percekben, és esetleg jövőre már milliárdosként nézhetnek minket. Sok sikert ehhez a hallottak alatt. Tartsanak velünk holnap is, mert hogy mi várjuk Önöket, és vigyázzanak magukra. Szépen. Minden jót, viszlát.